engedje azt a hámat, ami... Milán, nekem miért van annyi? 74 gyermek jár most a bogyiszlói óvodába. A megemelkedett energiaárak miatt azonban kérdéses volt, hogy sikerül-e továbbra is működtetni az intézményt. Bár már a tavalyi évben hűtő-fűtő klímával szerelték fel a 4 csoportszobát, de az épület egyéb helyiségei, mint például a folyosók, a mosdók és a fejlesztő vagy tornaszoba csak gázzal fűthetők. Tóth István a település polgármestere elmondta, eddig rendkívül kedvező szerződéseket tudott kötni a bogyiszlói önkormányzat a gázszolgáltatóval, 3 forint per kilozsúl áron kapták a gázt eddig. Ekkor az óvoda fűtésköltsége 150 ezer forint volt havonta. Az energiaárak emelkedése miatt azonban az új szerződésben már 30-szor annyi lett volna a szolgáltatás ára, vagyis közel 4,5 millió forintba került volna havonta az óvoda fűtése. Egy másik szolgáltató ennél jóval kedvezőbb ajánlatot adott, de még az is a korábbi árnak több mint 7-szeresét kérte. Ahhoz, hogy az óvoda zökkenőmentesen működhessen tovább, egy alternatív fűtési megoldást választottak. Ezt úgy döntött a képviselőtestület, hogy próbáljunk visszaállni fáról. Nekünk vannak erdőink, és tudunk kitermelni minden télen, vagy a téli fél évben annyi fát, hogy fogunk ide helyezni egy fűtőt, és akkor álljunk vissza. Vagy teremtsük meg a fafűtés lehetőségét is, és amíg ilyen kritikus, vagy ilyen krízis idők vannak, vagy ha sokáig tart, akkor örökké is csináljuk, de fával is tudjunk fűteni. A beruházást 4,5 millió forint saját forrásból valósították meg. A tervek szerint ilyen gázárak mellett néhány hónap alatt visszahozza majd a befektetett pénzt. A puffertartály pedig akkor sem engedi kihűlni az épületet, ha épp a kazánban nincs begyújtva. A polgármesteri hivatalt már a 2021-es fűtési szezon kezdetén is fával fűtötték, és a többi önkormányzati épület számláin is próbálnak spórolni. Bogyiszló község 12,8 millió forintot kap ilyen energetikai kompenzációra az év során, és az erre szosztva a normatív finanszírozásunkba, minden hónap finanszírozásába, ez valamit biztosan segíteni fog, ezeket mi próbálunk tenni. A tervek között szerepel a közvilágítás korszerűsítése is, hiszen az előzetes kalkulációk szerint azzal is, mint egy 60%-os költség megtakarítást tudnának elérni, de ehhez a beruházáshoz még forrást kell találnia a településnek.